hai perso l'ogni adozione. Dai feltorony jobbra. És akkor ott pedig a belváros, olyan mint London. És akkor azt sem kizárt, hogy az Eiffel-torony mellett fogok elmenni. Szóval Párizs. Ha esetleg nem segítettem az Eiffel-toronnyal, de hát ez szerintem túlzás volt, bocsánat. Párizs belvárosában kamionnal 2022. március 2-a. Lyon kell nekünk és Metz. Egyébként szerencsés vagyok, 4 óra, és abszolút nincs forgalom. Nem ehhez vagyok szokva Párizsba, de szerintem senki. Kellene keresek egy poros parkolót és gyors eltekerni az Eiffel-toronyig. Eddig csak kétszer voltam az Eiffel-toronynál. Egyszer ölelőből, egyszer pedig kamionozás miatt. Kamionos hétvégén volt. Balra az Eiffel.
és tau. Az előbb elhamarkodtam azt, hogy nincs forgalom, bocs. Párizsnak ezen a részén szerintem nem voltam, mert Maxa az Eiffel-toronyig mentem, az pedig légvonalban is 500 méterre van tőlem balra, úgyhogy ebbe az irányba nem jártam sajnos. Próbálok kinézni balra, hogyha kapok egy kis látóteret. Megmutatom újra az Eiffel-tornyot. Hosszak is rakódó lehet, a zöld kamion, hogy tolat oda be. Elmegy a vezetési időm, 6 óra 18, 4 óra, hát 18-ig fogok menni szerintem.
nagyon elhamarkodottam, mondtam azt, hogy könnyen átjövök Párizson. A furgonosok törik a tükröket. Alig látok olyan furgont, aminek nincs összetörve a tükre. Motorosok meg ilyen bátran a sorok között. Nem lennék ilyen bátor ekkora forgalomban. Alácsúsztak egy kamionnak is. Kaku. Jön a mentő, de nem tudok hova félreállni. Középső sávból kéne elmenni az embereknek. Itt van mögöttem a mentő. Azt mondja, hogy 500 méter múlva forduljak balra. A6, A4. Eltévedt a navigáció, itt a mellettem lévő úton érzékeli a GPS-t. Vissza akar hozni ide a pályára. Nézzétek meg, úgy van megoldva itt Párizsban a kihajtó, hogy a kihajtón jobbkéz szabály van. Ezért aki jobbról jön, mindenkit el kell engedni. Thank you.
erre egyet be kell engedjek. Többet nem. Szevasztok. Nekem itt át kellene mennem középre. Nézzétek meg, veszélyes ezek a motoros mutatványok. Egyébként az a baj ezekkel a nagyvárosi utakkal, hogy nagyon-nagyon koncentrálni és figyelni kell. Jobbra, balra, előre, hátra, fel, mindenfelé. Ember nem figyel és megtörténik a baj. Főleg ugye ez egy ilyen nagy terautóval még nehezebb. Ennyire jövök bent a városba. Na megindulunk, megindulunk. Úgy látszik. Na itt is van egy szép építmény. Ezt sem láttam szerintem élőben. Vagány. Balra lesz mellettünk a sportaréna. Itt van a sportaréna. Pont kitakarják a fák sajnos. Hát sajnos ez már nem az aréna, ez már csak egy temető. De azért még látni az arénának a tetejét.
Nézd a motorost. 10 centire az autók között. Az a baj, hogy egy csomóan jobbról áll... Az a baj, hogy egy csomóan jobbról sorolnak be, jobbról előznek. Ezt a Verdát nézzétek. Saab. Saab 900. Aki szereti az izgalmat, nyugodtan ajánlom neki Párizst, Párizs útjait. Nem elég a motorosokra figyelni, eléd bevágnak. Szűk az út. Jobbra, balra figyelni kell. Előre figyelni kell. Ez is bevág elém. Most mit mondjak erre? Azt a nyomulás néz. Ez is. Menjél innét, eltollak a Etsy-be. Nem engedlek be. Jobbról nem előzünk, öcsém. Hát nézd, mit csinálnak. Nem akartam káromkodni, de nagyon bennem volt egy-két kimond,
mondatlan szó. Megjelentek a rendőre is, konvojba. Na, ki érez velem együtt most? Na, gyerekek! Mi a véleményetek a városi életről?
ott megy a RER, az emeletes vonat. Na, talán megszabadulunk a forgalomtól, egy kis gázadás. Na, most már az 50 is fénysebességnek tűnik. Egy újabb stau. Ne érezzük jól magunkat. Szemem a holtértükön van, de úgy bevágnak a kamion elé a személyautók, hogy gondolkodás nélkül, ész nélkül nem gondolják végig azt, hogy a sofőr ezt nem látja. Ebből is van egyébként a legtöbb baleset. Ezért kell Franciaországba ez a sárga matrica a kamionok oldalára, meg a nagyobb gépjárművek oldalára. Nem mintha érne valamit, de...
Menj már előlem! Szépen kérlek, nem akarok káromkodni. Köszönöm szépen. Mondjátok el nekem, mit szeretnek az emberek a nagyvárosi életben. Mai napig nem értem. Mindezt úgy kérdem, hogy laktam Budapesten, fiatalon, de nem vágyok vissza. Éltem Londonban is, ott semmi jobb a helyzet. Annak ellenére, hogy London ugye egy nagyon parkosított város. Nincs még egy olyan hasonló, ami ennyi parkkal rendelkezne, mint London. Legalábbis kevés van. Mégis élhetetlen. Úgy gondolom. Hát Párizs hasonló. Hogy látjátok, autóval esélytelen közlekedni, normálisan. Sajnos most már kisvárosokban is ugye a sok autó miatt. És akkor nem beszélve a levegőről, hogy azok, akik itt laknak, a szennyezett levegőt szívják nap mint nap. Nem lehet valami egészséges hosszú távon. Fél öt múlott, most már csak a parkolással lesz bajom, hogyha kiérek az A4-re. A Franciaország nem olyan rossz, mint Németország, de itt is azért 6 órakor már nehéz a parkoló. Főleg az ilyen forgalmas útvonalakon, mint az A4-es. Ez lebonyolít egy tranzit forgalmat is Párizs és Németország között. Az A4-es autópálya. Meg hát ugye, aki tovább megy. Kicsit felcsavarom a zenét. Thank you.
let's go. Na, nem tudom látni a kamerából. Hát beláthatatlan a sor vége. Most értem a város peremére. Hát nem tudom, mi a véleményetek a sofőr életről, de higgyétek el, hogy kemény. Nagyon erős idegrendszer kell hozzá. És nagyon nagy koncentráció. Tényleg itt egy pillanat, megtörténik a baj. Jobbról bevágnak elét, balról bevágnak elét, motorosok. Egy 40 tonnás autót nem olyan könnyű mozgatni, mint egy sportkocsit. Itt idő kell még felgyorsul, idő kell még megáll. Egyébként én is most 40 tonna vagyok, 39 ezer valamennyi, közel 40 tonna. Bejönnek a repülők is. Thank you.
hagytam egy kicsit a zenét. Szóval összefoglalásként 2 órát araszoltam Párizson keresztül. Úgy néz ki, hogy most sikerül hihetetlen sebességre kapcsolnom. Kigyorsítok, ameddig csak tudok. Jó, elértem a maximumot, ez a fénysebesség a kamionozásnál. Hát, be kell hozzam lemaradást, 1305 km. Úgy látjátok, ennyi van még vissza a lerakómig, Szlovákiába megyek. Elvileg 2 napom van rá. Holnap és a péntek. És Szlovákiából megyek haza hétvégére. Szóval ennyi lett volna a városnézés, a kocsikázás. Döntsétek el, hogy jó-e vagy rossz. Ha jó, akkor gyertek kamionosnak, ha rossz, akkor nézzétek csak képernyőről. Sziasztok, köszönöm, hogy velem tartottatok, legyetek jók és vigyázzatok magatokra.